A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, aki néz bennünket, az láthatta azt a tudósítást, hogy volt egy fantasztikus híranyagunk, és természetesen a kulturális magazinban is láthatják majd, amelynek az a címe, hogy az állatorvos is ember. És ebben az előadásban, amelyet egyébként a Romkert Onyx étteremben vettünk fel, a főszereplő természetesen Berkényi Tamás állatorvos volt. Tisztelettel köszöntelek. Természetesen. És ott megerősítetted, hogy az állatorvos és ember, maradjunk ennyiben. Ahhoz azonban, hogy megismerjünk téged, nyilván már volt ilyen beszélgetés, de egy kicsit evezünk a mélyre abban az értelemben, hogy fontos pillanat, amikor az emberfia pályát választ magának. És ahogy tudjuk, a te pályaválasztásod már töpörtyű korodban megtörtént. Ez így van. Én a szüleim szerint 5 éves koromban mondtam először azt, hogy állatorvos szeretnék lenni, és amióta az eszemet tudom, mindig is állatorvos szerettem volna lenni. Ez azért is érdekes számomra, amikor egy pályaválasztással kapcsolatos problémáról beszélünk, például a saját gyerekeim most már abban a korban vannak, a fiam 14, a lányom 17, a lányom 13, amikor felmerül a pályaválasztás, és beszélgetnünk kell róla. Én annyira meglepődtem, amikor legelőször ez volt a téma, mert nekem soha nem volt kérdés a pályaválasztás. Tehát az első pinttől a máig. Így van. Ezek nagyon fontos pillanatok, és azt hiszem, hogy ha valaki elkötelezett egy bizonyos szakma, illetve részedről nyugodtan mondhatom, hogy hivatás iránt, az mindent meg is tesz érte. Tehát amikor a töpörtyű Berkényi Tamás elindult ezen az úton, akkor voltak-e akadályok, illetve ha voltak akadályok, ezeket hogyan lehetett túllépni? Hát akadályok vannak, akadályok mindig vannak az ember életében, picinek is, nagynak is, akkor is, most is. A legelső akadály az volt, hogy az én szüleim nem voltak állatbarátok, ők nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel az állatimádattal. Az is gond volt, hogy egy pici panellakásban nőttem fel, én panelgyerek voltam, ahol nem lehetett állatot tartani. Aztán egy akadály volt az állatorvosi egyetemre bekerülés, és én nem kerültem be elsőre. A felvétel akkor is, most is nagyon kemény volt. Én nem jutottam be az első alkalomra, ezért egy évet kihagytam, addig az Agárdi mezőgazdasági kombinát tehenészetében dolgoztam, és újra megpróbáltam, másodszorra kerültem be. De folyamatosan, tudatosan készültél a pályára? Tehát ugye a madarak szeretete az végigkísérte az életedet értelemszerűen, tehát ahogy már beszéltünk 5 éves korodtól végig. Milyen impulzusok értek az egyetemen? Hiszen az egyetemi évek, azt hiszem, a későbbieket mindenképpen minden hivatásban meghatározzák. Nekem soha nem volt más tervem, tehát a legelejétől kezdve erre készültem, és ebbe az egyetem egy egyenlős utat jelentett. Amikor bekerültem az egyetemre, akkor is tudtam, hogy jó helyen vagyok. Az egyetemen nagyon-nagyon szerettem egyetemista lenni. Nagyon kemény volt, azt gondolom, hogy az ország talán egyik legnehezebb egyeteme, persze ezt sokan mondhatják. De én mindig jól éreztem magam azon az egyetemen, mindig azt gondoltam, hogy ott a helyem. És ez olyannyira így volt, hogy amikor végeztünk, és megkaptam a diplomámat, akkor én benne is maradtam az egyetemen, a Korvonszani tanszéken kezdtem el dolgozni. Tehát nekem mindig is ez volt a cél. Kik voltak a mestereid, akiknek nagyon sokat köszönhetsz, mert azért nyilván ez az 5 esztendő, ez egy fontos minden ember életében. Én szerettem azt az egyetemet, szerettem azokat a tanárokat, talán egy embert kellene mindenképpen kiemelnem, Rudas Pétert, aki akkor az élettani tanszéknek volt a fiatal tanára, és mellette kezdtem el egy TDK munkát, egy diákköri tudományos munkát végezni. Ő volt az, aki nem csak tanárom volt, ő volt az, aki a viszonylag kis korkülönbség miatt a mentorom volt, a segítőm is volt, a támogatóm volt, ő volt az, akivel megbeszéltük az élet nagy kérdéseit. Mi volt az alap? Ugye kutatóként képzelted el a szakmai pályafutásodat, aztán mégsem így történt, de nyilván, hogy nagyon elkötelezett voltál, hiszen azért, ha úgy tetszik, megpróbáltad. Megpróbáltam, mert amikor elvégeztem az egyetemet, illetve elvégeztem a talán legnehezebb vizsgánkat, ami a Kormonsztani
szigorlat volt abban az időben az egyetemen, ott rögtön a tanszékvezető meghívott a tanszékére dolgozni, ami egy nagyon nagy elismerés volt, és én ennek nagyon örültem. Azt gondolom, egy pillanatra le is térített a gyógyítás iránti vágyamról. Annyira meglepődtem, annyira megörültem ennek a felkérésnek, hogy én ott akkor azt hiszem el tudtam képzelni magam valami nagy tudósnak, aki benn marad az egyetemen, és aki az egyetemen fogja végezni a munkáját, ott fogja tölteni az életét. Tehát én ezt teljesen elhittem akkor, de viszonylag gyorsan rájöttem, hogy a gyógyítás jobban érdekel, ha szabad ilyet mondani, mind a kutatás. Nekem a mindennapi életben végzett gyógyítás volt az, ami tehát azért nyilván megerősítést jelentett, hogy voltak további terveid, amit meg is valósítottál. Ugye keveset és ritkán beszélünk értelemszerűen erről, de az utrechti évek az kivételes lehetőséget biztosított Hollandiában arra, hiszen ott azért valljuk meg, hogy más szinten és színvonalon zajlik az oktatás is, hogy kiteljesedj. Igen, azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy szerencse volt, hogy végül is eljutottam Hollandiába. Ezért is jöttem le a kormonszani tanszékről, ami miatt van is egy pici lelkismert fordulásom, hiszen türelmetlen voltam, nem töltöttem elég időt a tanszéken. Nagyon gyorsan váltottam, és nagyon gyorsan elmentem Hollandiába, de ne felejtsük el, hogy ez a 90-es években volt, tehát akkor azért nehezebb volt kikerülni, akkor még nem voltak diákcsereprogramok, nem volt olyan lehetőség egy hallgatónak, egy fiatal végzett szakembernek sem, mint most, hogy eljusson világot látni. Amikor jött az első lehetőség, és ráadásul egy teljesen magánjellegű ismerettség alapján, hogy eljussak Hollandiába, egyáltalán nem gondolkoztam, és azonnal mentem, de a világlátás, vagy a Hollandiába költözésnél is az első számú motiváció az volt, hogy bejuthassak az egyetemre, az ottani egyetemre, és ennek egyetlen oka volt. Én tovább terveztem az utazásomat, nem Hollandia és nem Európa volt a cél. Azt gondoltam, hogy eljutok majd egy kicsit messzebb, viszont a Holland Egyetem volt abban az időben a legismertebb, bár azt gondolom, ez talán ma is így van Európában. Ők voltak azok, akiknek a diplomáját elfogadták a világon bárhol, és én ezt egyfajta úródeszkának tekintettem. Azt gondoltam, ha megvan az utrechti diplomám, akkor el tudok menni a világba bárhova. Tehát én nagyon menni akartam akkor, kicsit most is így van, de akkor nagyon-nagyon menni akartam, és azt gondoltam, hogy ez nekem utrechtre van szükségem. Jött egy lehetőség, és oda bekerültem. És azt gondolom, hogy abban az időszakban ez egy hatalmas lehetőség volt világot látni, megismerni egy teljesen más kultúrát, de megismerni egy teljesen más úton, módon végzett szakmát, egy teljesen más hangulatú egyetemet, annak ellenére, hogy nekem nem volt túl sok időm ezen az egyetemen sajnos. De azt gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy nyitás volt a világra, ami fontos szerintem az ember szemlélete szempontjából. Tehát te kimondhattad, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen, és ezért tettél is. Tehát ez egy nagyon fontos, hiszen ahogy említetted, Hollandia más oldalról is fontos, hiszen elkezdtél dolgozni, és azért tudjuk, hogy nem dicsőítem és egekbe emelem most az ottani állattenyésztési körülményeket, de ez egy különleges kihívás lehet egy fiatalnak. Így van. Hatalmas különbség volt abban az időben is már Holland és Magyarország között, és az ottani állattartási kultúra terén is. Én akkor rögtön bekerültem egy magánfarmra, azért, amit én nem ismertem Magyarországon. Ugye én abból az országból mentem el, ahol még a nagy állami mezőgazdasági kombinátok és üzemek működtek. Az én tervem is az volt Magyarországon, hogy az agrári kombinátban leszek majd egy üzemi állatorvos. Ehhez képest Hollandiában belecsöppentem egy privát farm működésébe, egy több állatfaj tartó sertés és marha ágazatot üzemeltető családi farmra, ami nagyon érdekes volt és nagyon különleges volt. Megismertem az ottani farmerlétet, megismertem a családi gazdaságokat, ami abban az időben ismeretlen volt Magyarországon. És ennek voltam én része, a kezdő kis takarító állatokat gondozó fiatalból,
egy év, másfél év múlva ennek a farmnak a menedzsere lehettem, ami azt gondolom, hogy mint számomra, mint a tulajdonos, mint a farmer számára egy új ötlet volt, hiszen abban az időben azért ez még nem így működött. Egy év alatt rájöttünk, ő is, meg én is, hogy tudunk együtt dolgozni, és ő eljutott oda egy év után, hogy a családjával életében először elment pár napra nyaralni úgy, hogy egy vadidegen, akkori Kelet-Európából érkező idegenre hagyta az egész farmját. Ez egy hatalmas nagy elismerés volt, ma már azt gondolnám, hogy egy körülbelül ugyanolyan nagyságrendű elismerés, mint amikor a kormosztani tanszékre meghívott a professzor úr. Itt, amikor ők elmentek erre a nyaralásra, akkor én minden nap ezen gondolkoztam, hogy elképesztő, hogy itt hagyták rám az egész életüket és mindenüket. Ez egy rendkívül tanulságos történet mindenképpen. Amikor viszont hazajöttél, akkor az akkori időszaknak megfelelően nem mondhatjuk, hogy tártkalokkal vártak, viszont rendkívüli kihívás lehetett, hogy a sok-sok minden, amit tapasztaltál és megtanultál, azt miként lehet itthon Magyarországon hasznosítani? Azt gondolom, hogy nem lehetett abban az időben, de nem éreztem meg kudarcnak, és egyetlen egy oka volt a szerelem. Én azért jöttem haza, soha nem jöttem volna vissza ebbe az országba, ha nem találkozom az egyik Hollandiából hazaérkezésemnél a későbbi feleségemmel. Tehát ő volt az, aki miatt akkor úgy gondoltam, hogy jó ez az Utrecht, jó ez a Hollandia, de inkább bele szeretnék lenni. Ő volt az, aki miatt két havonta visszarohangáltam autóstoppal Magyarországra, és ő volt az, akit egy éven keresztül győzködtem, hogy költözzünk vissza Hollandiába. Egy picit talán nem voltunk még egy hullám hosszon az elején, végülis nem költöztünk ki együtt, hanem én döntöttem úgy, hogy visszajövök hozzá, és tulajdonképpen a hazérkezésem pillanatától kezdve vele voltam, tehát ez abban az időben értelemszerűen akkora örömet okozott, hiszen ha szerelmes az ember, akkor minden rendben van, hogy nem foglalkoztam azzal, hogy mégsem egy holland színvonalú farmon dolgozom, mégsem egy holland állatos rendelőben dolgozom, mert a farm mellett később elmentem egy rendelőbe is dolgozni, tehát volt szerencsém megismerni a holland állatos praxisokat is. Tehát nem foglalkoztam akkor ezzel. Ma utólag visszagondolva azt gondolom, hogy nagyon küzdelmes volt. Pláne az eleje egy pici rendelőbe jöttem vissza, hatalmas különbség volt a kinti klinika és a rendelő között. Utána onnan viszonylag gyorsan át is mentem az állatkórházba. Emlékszem, hogy az állatkórházas váltásomnak a fő célja és a fő indoka az volt, hogy állatkórházat szeretnék, mert ez volt az, amit megismertem Hollandiában az utolsó időszakban a kintlétemnek. Jó, akkor ezt köszönjük egyik oldalról Lelked Jobbik felének, hogy most nem Afrikában és nem Hollandiában vagy. Viszont a kórház álom beteljesedett. Tehát az egy fontos pillanat, én azt gondolom, hogy egy szakember életében, aki a jövőképét is az állatkórháznak, az állatok gyógyításának szenteli. Igen, én is azt gondolom, hogy az állatkórház hely volt az én életemben, és egy percét nem bánom annak a döntésnek, hogy állatkórházat működtessek. Ott egyetlen egy dolog volt, amihez azt gondolom, hogy mindvégig ragaszkodtam, és az nem a fizetésem volt, ez soha nem számított nagyon érdekes módon, látszik, hogy még fiatal voltam akkor, hanem az, hogy megvalósíthassam azt, amit én egy kórházról elképzelek, amit kint Hollandiában megismertem, azt, ami az én fejemben van, ahogy szerintem egy állatkórháznak működnie kell, és ezért a legelső pillanat közben az volt a szempont, hogy úgy legyen akkor az állatkórház, ahogy én szeretném, hogy én szeretném elképzelni a működését, az ügyfelekkel való bánásmódot, a színvonalát és a többi. Ha a színvonalról beszélünk, a folyamatos fejlődés záloga volt 1996-ban a Vadmadár Kórház megalapítása? A Vadmadár Kórház megalapítása nem szakmai kihívás volt abban az időszakban, hanem a mindenkori madarak iránti szeretetemnek tulajdonképpen, vagy a madarak gyógyítás iránti vágyamnak a kiteljesedés és a megvalósulása, hiszen voltam egy állatkórházban, ahol megvoltak a lehetőségem arra, hogy gyógyítsak, megvolt a madár szeretet, és egyszer csak bejött valaki egy madárral, és tulajdonképpen megszólított, megtalált akkor az élet, hogy ha te itt vagy, akkor most gyógyítsd a madarakat. Nem volt annyira tudatos akkor az a döntés, hogy ez szakmilag bármit is jelent, sőt, hatalmas nagy küzdelem volt és egyfajta kompromisszum volt, hogy nem voltam én akkor madaras állatorvos, és nem volt ilyen jellegű végzettségem. Abban az időben az állatorvos képzés Magyarországon nem foglalkozott a madarakkal, pláne nem a házi kedvenc madarakkal, a vadmadarakkal, a sólymász madarakkal és a többi. Ez teljesen audidakta kezdés volt akkor,
tulajdonképpen a beérkező madarakkal tanultam meg a szakmát, sokkal-sokkal később volt ennek bármiféle szakmai lehetőség. Tehát ez egy misszió bizonyos értelemben, egy olyan küldetés, hogy ahogy mondtad, hogy a madarakkal tanultad meg együtt, viszont a határ nyilvánvaló, hogy ahány madárfaj van, annyi volt a tanulási ív is. Tehát ez egy kivételes lehetőség arra, hogy ebben teljesedj ki. Igen, én azt gondolom, hogy ez így volt. Hogy ezt missziónak nevezzük, vagy bármi másnak, nem tudom mennyire volt tudatos az elején, bár én azt gondolom, hogy a madárkórházat én nagyon korán megfogalmaztam az agyamban, hogy szeretnék egy ilyet, és azt gondolom, hogy sokkal korábban már megfogalmazódott bennem, hogy egyszer madárkórház lesz, mint ahogy megvalósult 96. november 1-jével az akkori Fejér megyei hírlapban Móri Erzsébet írta az első cikket rólunk, de a madárkórház az sokkal korábban megszületett már az agyamban. Időközben kiváló állatorvosi cím és egyéb. Én azt gondolom, hogy ezek fontos pillanatok, de még inkább fontos az a tanítói attitűd, amit te elterjesztettél, amiről nagyon sokat beszéltek. Tehát a szemléletformálás a gyógyításban is fontos, de az, hogy olyan fiatalokat tanítottál meg szeretni a madarakat, ha úgy tetszik, másként szeretni, az kivételes. Ez megint ösztönösen jött, nem tudatos volt. Ugye szerencsém volt, mert amikor hazajöttem, akkor akivel én együtt élek azóta is, a feleségemmel, Usman Ildikóval, ő tanár, drámpedagógus, magyar tanár. Tehát ő nagyon ezen a téren nekem egy nagyon komoly támogatóm volt. De tulajdonképpen soha nem kezdtem volna el tanítani a szó bármilyen értelmében is, az ő hatására, ha én nem érzem ezt a fajta késztetést magamban. Én mindig azt mondtam, és ma is azt gondolom, hogy ha nem állatos lettem volna, akkor tanár lettem volna. Iszonyatosan szeretem, iszonyatosan érdekel és fontosnak tartom. És azt gondolom, hogy ha valahol tudunk tenni értelmeset az életben, nekem ez mindig egy központi kérdésem volt, hogy csináljak értelmeset, hogy legyek hasznos, vagy legyen hasznos az, amit teszek. Mindig is azt gondoltam, hogy a tanítás az hasznos, talán a leghasznosabb dolgok egyike. Nagyon-nagyon hittem benne. És amikor megszülettek a gyerekeim, akkor ugye ez adódik, hiszen egy szülőnek az elsődleges dolga, hogy tanítsa az ő gyerekét, és ha lehet, akkor ne csak a saját gyerekét, hanem a környezetét. Én mindig is hittem benne, ma is hiszek abban, hogyha az én fiamnak a barátait, vagy a lányomnak a barátnőit meg tudom tanítani arra, amiben én hiszek, akkor abban a generációban egy picit talán már jobb lesz a helyzet, és azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon nagy hiányosságok van. Tehát én nagyon-nagyon azt gondolom, hogy iszonyatosan nagy baj van az ő oktatásukkal, nevelésükkel, és ez nekem azért fontos, mert az ő életüket meg fogja határozni, és mint minden normális szülő, én is azt szeretném, hogy ők boldogok legyenek. Én bármire képes vagyok azért, hogy ők boldogok legyenek. És ők akkor lesznek boldogok, hogyha egy normális világban normális emberekkel élhetnek. Tehát nekem a tanítás, de nem szeretem ezt használni, mert én nem vagyok tanító, én nem vagyok tanár, tehát nincs nekem erre semféle jogosítványom. Azt gondolom, hogy mindenki a maga szintjén, ha ezt megteszi, akkor, de csak akkor lesz egy picit is jobb a világunk, és azt gondolom, hogy erre iszonyatosan nagy szükség lenne. Az állatgyógyászat, akár a faj, ha megnézzük, rendkívül sokszínű. Hogyan lehetett a töpörtyűtől a sólyomig, a sasig megtanulni mindazt, ami lehetővé teszi, hogy a későbbiekben biztonsággal tudj mindent. Nyilván idő kellett hozzá, nyilván elkötelezettséget kellett hozzá, tehetség, nem sorolom, de azért ezek fontos pillanatok, hogy a folyamatos fejlődés záloga, ahogy tetszik. Azt gondolom megint csak, hogy a tanításhoz kell visszatérnünk, illetve a tanuláshoz, de messze-messze nem tudom ezt a munkát jól végezni, tehát azért ezt nem tagadnám soha, rengeteget hibázom értelemszerűen. Beszélünk körülbelül 10 000 madárfajról a világban. Szerencsére Magyarországon csak néhány százról, 500-nál kevesebb fajról beszélünk, tehát rögtön lecsökkent a megismerendő madaraknak a száma, és értelemszerűen ezekből sem mindenki kerül be az ember kezébe. Rutinszerűen tudom kezelni a leggyakoribb fajokat, és értelemszerűen a mai napig is utána kell néznem azoknak, akik ritkák és különlegesek. A vadmadárkórházban mindig az a legnagyobb öröm számunkra, amikor valami különleges madár érkezik, az mindig egy újfajta kihívás. Ugyanúgy, ahogy újfajta kihívás egy új kezelés, ahogy újfajta kihívás egy új eszköznek a bevetése.
aminek utána kell menni, amit meg kell tanulni. Mondjuk egy példát, az egyik műtéti technikát tegnap, mert a mai napig is nézem ezeket, egy szingapúri állatorvos kollégánknak a videójából néztem meg, hogy ő hogy végzi az egyik műtéti típust. A mai napig előfordul rendszeresen, hogy amikor készülök egy műtétre, akkor utána nézek. Ez sokkal jobb ma már, sokkal egyszerűbb, mint amikor kezdtük az egészet 90-ben, hiszen akkor még nem volt internet, még nem volt olyan mennyiségű interneten megtalálható videó és oktató képzés, mint ami ma van. Én rengeteget nézegetem ezeket. Éjjel-nappal ott van a kezemben a tabletem. Annyi a különbség, hogy nem közösségi médiát nézegetek, hanem ilyen jellegű videókat és tréningeket, és ebből szenzációsan sok van ma már. Ugyanakkor ebben nyilván segített, hogy 2008-ban az egzotikus szakállatorvos másoddiplomát megszerezted, mert akkor ilyen értelemben kinyílt a világ, mert hogy érdekelt, és hát ez nyilván, ha valaki hivatást választ, akkor próbál a lehető legmagasabb szintre jutni. Ezt követően megnőtt a felelősséged is abban az értelemben, hiszen nyilván egyre többen fordultak hozzád. Azt gondolom, hogy a 2008-as egzotikus szakállatorvosi diploma egyfajta visszaigazolása, lezárása volt annak, hogy én ezen a területen dolgozom, és végre úgy éreztem, hogy jogosult vagyok ezt a munkát kifelé végezni, hiszen nagyon sokáig csak tulajdonos mentes vadon élő madarakat gyógyítottam. Onnantól kezdve egy picit bátrabban nyúltam hozzá a gazdás madarakhoz, hiszen senkinek nem mondhatom azt, hogy az ő papagáját meg tudom gyógyítani, azért mert 20 éve madarakat gyógyítok, onnantól kezdve volt egy diplomám. Ez mindenképpen fontos volt. Az is nagyon fontos volt, hogy olyan emberek tartották ezt a képzést az egyetemen, akik ott vannak a szakmai élvonalában, egzotikus állatok terén. Mondok egy példát, például Gály János az egyetemről, aki az egzotikus tanszéket vezette, vagy Sós Endre, aki az állatkertnek a fő állatorvosa, akik napi szinten és 100%-osan egzotikus állatokkal dolgoztak, hiszen nekem azért a kutyamacska praxis is ott volt mellette. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt nagyon-nagyon jó képzést kaptam, nagyon örültem, hogy van egzotikus szakállatos képzés Magyarországon, hiszen amikor én végeztem, még az alapképzésben sem voltak madarak, illetve akkor még nem volt szakállatos képzés sem, ilyen jellegű képzés. Tehát azt gondolom, ennek helye volt, ez szükséges volt, ez egyfajta tartozásom volt a szakmám felé, nekem ezt meg kellett tennem, és nagyon örültem neki. Nem vagyok, messze-messze nem vagyok a tudásnak az elérhető csúcsán, hiszen rengeteget kéne még tanulnom. Én nagyon szeretnék tovább menni, nemzetközi képesítést szerezni. Ahogy mondtam, ha egyszer nagy leszek, akkor azért még sok tervem van, hogy mit szeretnék csinálni. Tehát azt gondolom, hogy még mindig 30-valahány éve átoslás után is vannak terveim, hogy hova szeretnék tovább menni. Hogy ebből mi valósul meg, az persze egy másik kérdés. Nincs kétségem felőle, hogy azért a 2010-es évállatorvosa elismerés megerősített. Ugyanakkor, amire én is felkaptam a fejem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a fő célkitűzésed egy madárkert létrehozása, egy önálló madármentés, lélekmentés című óvodai, iskolai, környezeti nevelési szemléletformáló foglalkozások tartása. Ennyire fontos lenne, hogy valaki töpörtyű gyermekkorától, ahogy te magad, megismerje ezeket az állatokat, és megtanulja róluk mindent, hogy aztán méltósággal tudja szeretni őket, ahogy tetszik? Ha madármentés, lélekmentésről beszélünk, ott azt gondolom, hogy a szemléletformálás, a korai szemléletformálás rendkívül fontos. Én nem azt akarom megtanítani nekik, hogy szeressék az állatokat, szeressék a madarakat. Nekem a madár ebben az esetben csak a számomra kézzelfoghatóan rendelkezésre álló eszköz. De nem azt akarom nekik megtanítani, hogy szeressék a bagyot. Én azt szeretném, ha meglátnák azt, amit én teszek, hogy olyan madárnak segítek, amiért nekem nem fizetnek, amiből nem származik előnyöm, érdekem. Tehát önzetlenül ezt meg tudom tenni. Azért teszem, mert érzékeny vagyok arra a szenvedésre, amit látok. Azért teszem, mert azt gondolom, hogy valahogy hozzá tudok tenni egy picit, és jobbá tudom tenni azt az adott szituációt. Azért teszem, mert azt gondolom, hogy valamilyen módon segíteni tudok. Egyfajta szemléletről beszélek, arról a szemléletről, amiben szeretném, ha az én gyerekém élnének, hogy korábban már mondtam. Tehát egy olyan fajta mintáról beszélek, és egy olyan fajta mintát szeretnék előjük állítani, amiről hiszem,
hogy mindenkinek jobb lenne, hogy nekik is jobb lenne. Ahogy a legelején már mondtam, hogy ettől majd talán egy picit jobb lenne a világ, és nem tanítani akarom szavakkal őket elsődlegesen, hanem egyfajta példát mutatunk neki. Gyere velem, megmutatom, hogy kell ezt a madarat meggyógyítani, gyere velem, megvizsgáljuk ezt az állatot. Örülök, hogy elhoztad ezt a madarat, és gyere, akkor most együtt meg fogjuk vizsgálni. A gyerekek szeretik, ha bevonjuk ebbe is bármilyen tevékenységbe őket, és partnernek látjuk őket, tehát tartjuk őket. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta gyógyítva nevelés, vagy munkával nevelés, vagy tanítás, ez egy nagyon látványos és hatékony módszer, hiszen amikor ott áll a pici gyerek, akkor őt ez érdekli, akkor ő figyelő, ezt be akarja fogadni. Mondok egy nagyon érdekes példát, pont ma nevettem rajta a saját rendelőmben, nálunk az a szabály, hogy van a vizsgálóasztalnak van egy bizonyos szintje, mondjuk 90 centi, 1 méter, amit értelemszerűen a picik nem látnak. Engem az zavar, amikor ott áll és kapaszkodik az anya lábába, vagy az asztal szélébe, és szeretné látni, hogy én az asztalon fönn mit teszek az ő állatukkal, illetve hogy mit csinálnak ott fönn a nagyok. Ezért nálunk van egy pici kis sámli, egy dobogó a rendelőben, amit mindig oda teszünk az asztal mellé, és oda állnak föl a picik, hogy lássák, hogy mit csinálunk az állattal. És azon nevettem ma például, hogy bejött az egyik pici, még ahhoz is pici, hogy a zsámolyról is rendesen lássa az asztalt, és oda ment, és automatikusan hozta a sarokból a sámlit, hogy ő is részt vegyen ebbe a tevékenységbe. És nálunk ez teljesen jellemző, és iszonyatosan aranyos, hogy minden gyerek, aki második, harmadik alkalommal érkezik a szüleivel a rendelőbe, hozza a sámlit. És szerintem pont ez a lényeg. Legyünk velük, tanítsuk meg nekik azt, amit szeretnénk, azáltal, vagy azzal a folyamattal, amit mi tudunk végezni. Én úgy tudom őket tanítani, hogy madarakat gyógyítok, hogy madarakat mutogatok nekik, ebbe kell belevonnom őket. De nem azt akarom nekik megtanítani, hogy kell megszúrni a madarat, hogy kell meggyógyítani, hogy kell infúziót adni, hanem azt szeretném nekik megtanítani, hogy ahol lehet, ott segítsünk nekik. És igen, nagyon helyes és nagyon jó dolog, hogy behoztad azt a madarat. Mondok egy másik példát. Nincs mentőhely, vagy nagyon-nagyon kevés mentőhely fogadja a galambokat. Mert gyakori, mert fertőzés terjeszt, mert sok van belőle, mert nem érdekli a médiát, nem lesz belőle hír. Én nekem ez mindig is egy nagy dilemmám volt, hogy mentőhelyként hogyan mondhatnám azt, hogy ne hozd be a galambot, hiszen a galamb is megsérült, beteg, segítségre vár. Tehát én azt gondolom, hogy ha madarat akarunk menteni, akkor oké, fogadjuk az értékes, a nagy eszmé értékű madarakat, és ezzel foglalkozunk, ha gyereket akarunk nevelni, akkor nem mondhatunk nemet a galambra. Tehát ezért van az, hogy a Vadmadár Kórházban én világ életemben fogadtam a galambokat, hiszen a leggyakoribb madár, ez kerül leggyakrabban a gyerekek kezébe. Hát hogy mondhatnám a gyereknek, hogy galambot nem fogadunk? Tanulságos történet. Hát nos, én azt kívánom, hogy folytasd ezt az utat, hiszen nincs kétségem felőle, hogy azok, akik meghallgatnak, akiknek a adott esetben a madarait gyógyítod, mind-mind egyetértenek abban, hogy ezeknek az elveknek napvilágra kell kerülniük, hiszen ezek tanulható és tanítható. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Berkényi Tamás állatorvos volt. Ne feledjék, ebből a beszélgetésből is megtanulhatták, hogy igen, az állatorvos is ember. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.